Köszöntöm a Hatos csatorna nézőit, a Spílerek mai vendége Patkós Márton, a Színház és Filmművészeti Egyetem végzős színművész hallgatója. Szia, Marci! Szia! Annak apropóján beszélgetünk, hogy november 7-én lesz az egyetemen egy bemutató, egy Macbeth bemutató, ahol 4 szereplő lesz mindösszesen, 3 lány és 1 szemfiúként Marci, egyébként Hargita Iván rendezi ezt az előadást. Hogyan jött létre ez a produkció, ez a sajátos produkció? Ti értetek rá? Hát engem a Pelső Ciréka hívott fel. Aki az osztályfőnököd? Osztályfőnököm. Még egy Nincs Telenek előadás közben, tehát éppen közben, hogy a Hargitai akar rendezni, már régóta tervezi, meg nem tudom is, hogy a Macbeth került a választásába, és hogy elvileg, hogy nekünk kell ugye főszerepet játszani, hogy lássanak minket, meg tudjuk mutatni magunkat nagyobb szerepbe, és pont úgy alakult, hogy én azt hiszem, hogy az Audrey színpadon még nem játszottam nagyobbat. Tényleg? Hát csináltunk egy-két dolgot, de azért olyan igazán olyat, hogy mondjuk én viszem az előadást, tehát nem csináltam, az Örkényben se csináltunk, úgyhogy azt hiszem így esett arra a választás, hogy ugye én is csináljak egy nagyobbat, Tünde is csináljon nagyobbat, akkor Kokai a Farkas, Tünde, aki az osztálytársad is. Igen, és a Varga Lili, és a Farkas Franciska, aki nem jár az egyetemre, de tanul a Rékánál, azt hiszem, amikor ideje engedi. És tehát ő és játszottál vele egyébként egy filmben. Igen. Egy vizsgafilmben. Igen. Akkor ez azt jelenti, hogy te vagy a Macbeth és a lányok mindenki más, vagy pedig össze-vissza cserélődnek, és időnként te is vagy Lady? Hát Lady nem vagyok. Nem vagy. Nem, az van, hogy vannak szerepcserék. Az elején én kezdem Macbethet, gyilkosságig, utána még egy-két jelenetben én vagyok, és utána a Lili játszik Macbethet, az ebéd jelenet STB, és a végén átveszem megint, szóval kb. Majdnem végig én. 2 jelenetben a Lili, igen, ez tegnap jöttem rá, ez 2 jelenet. És most már húztunk belőle, de játszottam én is öreget, meg vagyok Macduff, azt hiszem csak Macduff és Macbeth vagyok. Te hogy látod, hogy most így, hogy diplomázni fogtok, ti már kész érett színészek vagytok, tehát például egy ilyen előadást le tudtok úgy tenni az asztalra, hogy ez már nem vizsga, hanem egy igazi hát színházi remélem, előadást. Most még van egy hét, lemegyünk vele még remélem vagy 15-ször, aztán meglátjuk, hogy jó lesz a ritmusa. Hát tegnap lementünk vele először úgy, hogy megnézték, akik a trélet fogják csinálni, akkor a fény megnézte, és hát még azért nincs kész, hát még van rá időnk, reméljük, hogy fejlődik még. De mindenképpen szeretném, hanem egy ilyen vizsgaelődás szagú lenne, vagy hogy próbálkoznak fiatalok Macbethel. Egyébként az Iván úgy is akarja ezt csinálni, hogy ne az legyen, hogy milyen koronás, kardos figurákat játszunk, hogy hú, de csúnyák ezek a királybácsik, akik kinyírják egymást a hatalomért, hanem inkább arról van szó, hogy mi fiatalok is tudunk ilyenek lenni, és hogy mi fiatalok a hatalom vágy ugyanúgy bennünk van, akkor a barátunk elárulása, inkább főleg erre helyezi a hangsúlyt, az árulásra, és ezt kéne nekünk jól eljátszani, hogy ez a végtelen önzés, meg ami az emberben van, ilyen mások eltiprása, valahogy ezt kell előbányászni magunkból, meg az, hogy hát ugye a gyilkosság se legyen az, hogy akkor jó, most gyilkosság, hanem tényleg az, annak milyen az utóhatása, hogy mi jött létre. Tehát ez sok fantázia kell, hogy az ember... Ezt akarom, hogy egy ilyen fiatal emberben hogyan lehetséges ezt előbányászni. Hát reméljük, hogy valahogy valamit össze kell adni, nem tudom, ami rossz történt velünk, vagy negatív, azt át lehet alakítani valahogy így fantáziával szerintem, hogy valahogy az állapot az milyen lehet, és amikor az ember öl. De főleg nem erről van szó benne, hanem az árulásról. Én szerintem most afele tartunk. És az, hogy azért ezekben az előadásokban nagyon sokszor nincs lehetőség arra, hogy egy teljes szerepet eljátszatok, hanem általában cserélődnek ezek a szerepek. Mennyire lehet fölépíteni az adott jelenetet, vagy az adott ívet mégiscsak, hogyha nem te játszod az egészet a kezdetétől a végéig? Tehát, hogy mennyire tudod megformálni, vagy mennyire tudsz belehelyezkedni az adott karakterbe, hogyha hát azért kibeugrálni kell. Én úgy gondolom, hogy
elég jól osztotta ki, tehát azért de most nem csak erre gondoltam, hanem általában, ja, amikor általában. Más darabokban is így vagytok. Hát szerencsés vagyok, mert azért csinálhattam már egy-két olyan dolgot, amiben egy egész szerepívet részben sikerült is, részben nem, de én szerintem hát az szerintem egy könnyebb dolog, hogyha egy dolog, könnyebb, jó. Tehát könnyebb dolog egy szerepet végvinni, mint mondjuk egy karakterből átugrani a másikba, mint mondjuk ebben. Még nem is érzem annyira, hogy mennyiben más mondjuk a Macbeth, mint a Macduff, de pedig más figurák. Csak hát más kell legyen egyszerűen, mert valahogy nem lehet mindig megelégedni azzal, hogy én egyes szám első személybe úgy állok, ahogy akarok, mert az a nézőnek valahogy egy idő után lehet, hogy még unalmas is, szóval, hogy hát nehezebb szerintem ugrálni. Nehezebb, mert ugye két karaktert kell megcsinálni, és attól annak ugyanolyan érzelmei vannak, meg ugyanúgy a Macduffnak ugye meghalnak a gyerekei. Hát még ahogy áll, nem tudom. És a főiskolán ez alatt a négy év alatt mi az a legfontosabb, amit szerinted tanultatok? Magatokat tanultátok meg, a szakmának a csinyát, binnyát tanultátok, tehát hogy mi az, hát amivel fölvértezem, most ki fogsz lépni az életbe? Hát én azt tudom, hogy én mit tanultam, ja, azt, nyilván, hogy mások nyilván azt, hát, nyilván, hogy én szerintem ez nem általános, hogy mindenkinek más, hogy mit tanul meg. Azt tudom, hogy én pofákat vágtam, amikor idejöttem, és azt hittem, hogy konkrétan azt hittem, hogy az a színészet, hogy beállok, és akkor mondjuk így kezdődik egy jelenet. És akkor rossz kedvű vagyok. És én ezt konkrétan azt hittem, és úgy röhögtek is, meg nyilván azon röhögtek, hogy arcokat vág az ember, de én azt tanultam meg, tehát még az is, hogyha az ember technikázik, az se annyira jó, pedig nem mindig jön össze, de amit én megtanultam, az egyrészt az, hogy tehát én szerintem még a Bán Bálint mondta ezt, a harmadikos volt ő, meg elsős, és ő mondta, hogy amikor öreg embereket kell csinálnunk, mert rengeteg ilyen gyakorlat volt, az osztályfőnökök adtak ilyen gyakorlatok, öreg ember, állatember, ilyenek, hogy alapvető ilyen jellemeket kellett ábrázolni, mint a majom más, mint a gorilla, akkor én sűn voltam, aki fél, meg nem tudom, szóval hogy ezek alapvető emberi tulajdonságok, és akkor ezeket kellett valahogy így megtanulni, meg így önmagunkat úgy megismerni, hogy én egyébként mit jelentek a színpadon, hogy mit tudom, én régebben szerettem azt, hogyha nem kell nekem vinni semmit, tehát hogy semmi teher nincs rajtam, mert ez ugyanúgy megcsinálja más, és akkor esetleg egy-két színbe, hogy egy poénból így csinálja valamit, de hát ez nem így van, és ezt már rájöttem erre, hogy azért, tehát azért a fejlődés érdekében azért nem, nyilván nem mindig jó az, ha az ember megelégszik azzal a hogy mondják ezt, tehát azzal a minimállal, amire képes, hanem feszegeti a határát. Tehát, hogy tényleg szétesni, vagy milyen az, amikor tényleg megtörténik valami, és nem csak jelzi az ember, vagy jelezzük, hanem tényleg elveszti az ember az uralmát, amikor játszik, és akkor a néző is azt látja, hogy úristen, ez most itt történik előtte, mert különben nem hiteles. És ez a legnehezebb szerintem, és azért nem könnyű ez a szakma, mert egy-két fortét el lehet tanulni, hogy beszél, hogy akkor hallják, meg nem tudom, de meg hogy akkor jaj, hogy fogalmazzuk meg a mondatokat, de közben mégis az a jó, hogyha az embernek az idegrendszere, meg az, amit mondani akar, meg az, ahogy amilyen ő, az valahogy összhangban van azzal, amit megtanult, mert egyébként sok mindent tanítanak, de azt, hogy tényleg mi van az emberben, azt úgyse tudják megtanítani. Tehát amiért mondjuk fölvesznek valakit, vagy mákia van, hogy fölveszik, vagy meglátnak valakit, van, aki ezt beváltja, és van, aki nem. És ez válik el szerintem majd. De azért tehát az a fajta gondolkodás, azért biztos, hogy tanuljátok, hogy hogyan közelítek egy szerephez, hogy hogyan találom meg magamban az adott szerepnek az igazságát, vagy hogy húzom magamra az adott szerepet, nem? Tehát, igen, hogy valami ilyesmit. Ezt egyenes ágon, igen. Tehát ezt mind a három osztályfőnökünktől másképp tanultuk. Tehát a Bagosi László egy rendező, és ő valahogy azt tudja megmondani, hogy valahogy mit kell látni, hogy mit akar látni, hogy itt mi kell történjen, és tök érdekes dolgok jönnek ki abból is, de valahogy azt a részét, hogy ez színészileg mitől volt jó múltkor, amikor mutattunk, és most miért nem jó, azt valahogy azt, hogy az a mondat, lehet, hogy a Rába Roland az meg tudja mondani, hogy az azért volt jó, mert akkor csak ügyeseget, semmi nem volt a rossz kedvű, de hogy ugye, hogy a Bagosi azt
látja, hogy ez múltkor jó volt, volt benne valami, és akkor elmondja, hogy mi volt a jó, de azt én esetleg még nem ismerem annyira magam, nem tudom, hogy az mitől volt jó. Rába Roland azt mondja, hogy az attól volt jó. És például a Pelső Ciréka volt az, aki a legtöbbet tudta ebbe mondani, főleg most a Bundát, amit csináltunk, hogy maga a kara, hogy egy más ember, mint amilyen te vagy. Most én abban egy doktort játszottam, és én már bejöttem úgy, hát remélem, hogy nem csak én hiszem azt, hogy az olyan volt, hogy tényleg ennyi, hogy nyitva van az ember szája egy kicsit, és tényleg olyan, hogy egy szemüveg, és akkor ugyanolyan ideges az az ember, de lehet, hogy máshogy. És a Réka is, neki van ez a fő mondata, hogy hogy ül le, ezt csak mi foglaltuk össze, tényleg, hogy milyen az az ember abban a darabban, hogy ül le, hogy eszik. Ezek is ilyen, hogy ez az ember, hogy nem csak a lelkületét megtalálni, hanem a küllemét is, hogy mozgom. Most nekem például ez nem erősségem, de próbálok én is gondolkodni rajta. Néha egyébként tök észre se veszi esetleg a néző, hogy én kitaláltam, hogy ezt megfogom, vagy bármi, de lehet, hogy összességében mégis az a hatása, hogy más a figura, mint amilyen, hogy nem is láttalak még ilyen érdekes, hogy tényleg is ilyen voltál ebben a darabban, és közben nem is ilyen vagy, szóval. De közben az alatt meg kell legyen az, hogy mit akar a szerep, vagy mit akar az ott karakter, vagy nem tudom. Eddig én ezt szűrtem le. Még nem állt össze a fejembe, azért csapongok én is. Még ne is álljon. Hogy én nekem például arra emlékszem, hogy amikor ilyen nagyon a pályám elején voltam, akkor a nagy érzelmek megvoltak, és akkor az átélés megvolt, de például nem tudtam mit kezdeni a tárgyakkal. Tehát amikor abban a helyzetben kerültem, hogy és akkor most tárgyak vannak, és akkor kellékekkel valamit kell kezdeni, akkor meghaltam. Nem tudom, hogy de hogy vagy ezzel. Hát gondolom, arra gondolsz, amikor ihletett állapotban van az ember, és akkor hirtelen rátalál valami, és akkor azt se tudja, hogy mi van körülötte, és akkor lever mindent, összetöri a porra, de közben ezt valami rendszerbe kell. Hát nem, hogy mondjuk ott meg kéne keverni azt a kávés csészét, vagy egyáltalán, hogy hogyan kéne, tehát hogy mit tudom én, hogy akkor most írni kéne, de szóval, hogy azokat én nekem nem ment. Hát nem tudom. Mostanában nem voltam olyan sok darabban, amiben kávés csésze volt. De igazad van, tényleg, hát mondjuk nem tudom. Én engem az irritált régen, hogy mindig azt éreztem, hogy hülyén állok, vagy nem tudom, hogy most ez mi már ez a izé. És az a jó szerintem, amikor erre nem figyel az ember, mert akkor úgyis a közlendőre figyel, de vagy ezt próbálni kell sokat. Sokat kell próbálni azt, hogy az ember biztos legyen benne, én szerintem, hogy ebbe, meg úgyse készül el bemutatni. Én régen azt hittem, hogy régen, egy éve azt hittem, hogy bemutatóra elkészül az ember, de rohadtul nem készül. És az milyen érzés, amikor érzed, amikor kívülről látod magad, hogy hát ma ez nem megy. Ezt egy idő után meg tudja az ember kezelni, meg át lehet ezt játszani a rutinnal, de hogy az ember az elején mindig nagyon ott akar lenni, abban, hogy ott megvan, és ha nincs ott, akkor tragédiaként éli meg, nem? Így de, vagy vele? Hát én így vagyok vele. Tehát én rossz tudok lenni két hétig, hogyha egyszer kapok egy olyat, hogy ez nem volt jó ma. Tehát tényleg, mert közben meg akarom, hogy jó legyen, meg én is érzem, hogyha nem jó, valamilyen szintet mindenképp akar hozni, mert nem lehet mindig a jó állapotban. És talán az idősebb színészek, meg akik tapasztaltak, ezt tudják, hogy egyszerűen annyira hiteles a jelenlétük, meg annyira ő maguk azok, hogy ők azok, akik ott állnak, hogy nem, nincs kétségük a felől, hogyha elrontja a szöveget, akkor is kijavítja. És én meg, hogyha elrontom, azt hiszem, hogy akkor már 300 ember arra gondol, hogy menjünk haza, mert ez a szöveget nem tudja, de közben meg ugye, tehát én szerintem ez az évek során majd kialakul, hogy az ember, de mit kérdeztél? Már elfejtettem. Azt kérdeztem, hogy mit csinálsz akkor, amikor nem történik meg igen, ezt mondtam, igen, két hétig, tehát nem két hétig, hát a következő jóig. Tehát hogyha mondjuk, én mondjuk nagyon függök attól, hogy önmagam nem tudom még eldönteni, hogy nem érdekel, hogyha valaki azt mondta, én már ebben megcsináltam, és elfogadom a kritikákat, és nagyon rosszul esik, hogyha tehát ezt nem is szokták nagyon megmondani, hogyha rossz, akkor tudom, hogy rossz volt, és mivel magamra haragszom, és ez rendkívüli szorongás, vagy nem tudom, hát tavaly ebből voltak a pánikok, most már nincs annyira. Most már azért az ember úgy megkeményedik, cinikus lesz egy picit, nem? Miért a rossz kritikák elvették a
kedvelő? Nem, dehogy vették, nem vették, hát egyre inkább van, nem. Pont, hogy annak örülök, hogy már nem az van, hogy egy szorongásból indul az egész, hanem pont az a lényeg szerintem, hogy az ember szabad lélekkel tud jól játszani, és hogyha az ember szorongások forognak benne, akkor képtelen szabad lélekkel játszani, és ugye amíg az ember függ attól, hogy... Tehát ez egy olyan kör, hogyha valaki azt mondja nekem, mondjuk az osztályfőnököm, hogy ez rossz volt, akkor azért leszek rossz, mert azon pörgök, rossz volt, hogy ott ha szabad lélekkel játszanék, akkor lenne jó. Szóval hogy azt kell elhinni, hogy az ember tudja, hogy mit akar, és akkor lesz, tehát hogyha azt próbálom megcsinálni, amit a rendező mond szerintem, mindig annyit, és nem csinálok többet, mint amit én gondolok a dolog, tehát gondolni kell valamit, ezt is a Réka szokta hajszolni, hogy egyszerűen nem elég az, hogy az ember próbál, és akkor mondja neki a rendező, hogy azt akarja látni, meg kell lepni, tehát hogy nekünk is kell gondolkodni azon, hogy én mit gondolok erről, és vitatkozni kell, és akkor nyilván a rendező mondja meg, hogy milyen keretek között kell eljátszani ezt, és én meg azt mondom meg, hogy ezekben a keretekben én milyen állapotokat tudok magamból előhívni, és nekem is kell legyen róla véleményem, ez folyton fejlődjön, mert egyébként az is unalmas, hogyha Rába is ezt szoktam mondani, még a Nibelungot csináltuk, hogy ma ez a dolgom, mit tudom, hogy lemegyünk vele egyszer, mert holnap előadjuk mondjuk a Fischer Iván lakás színházába a Nibelungot, de már 20-szor lementünk vele, akkor lepjük meg egymást, nem? Hogy ne az legyen, hogy eldarálom, mert az már olyan rutinos. És mindig akkor izgalmas, hogyha úristen, ez most így szólalt meg, vagy úgy szólalt meg. Hát ez egy társas játék, és mindig egymásból épül az egész. Azt már mindig tudtad? Vagy mindig tudtad, hogy ezt akarod csinálni? Tehát nem, mikor határoztad el, hogy Istenem, színész leszek? Nem, hát ez egy ihletből jött. Marha nagy mákom van egyébként, és nagyon szerencsésnek gondolom magamat, tényleg. És most már kezdem megbecsülni, és hogy kezdem azt hinni, hogy nekem is lesz véleményem egyszer majd az életben. És nem csak úgy dobál minket a sors, mint a szél, most a Forrest Gumpit egyébként, jó? Szóval, hogy kell legyen véleménye az embernek, és kell legyen az, hogy ő is, na most akkor kezdve, tehát, hogy én egy kettes tanuló voltam, nekem semmi közöm nem volt semmihez kb. Irodalomból is kettes voltál? Irodalom, egyébként az úgy valahogy úgy szagoltam, de inkább jobban érdekelt mindig az, hogy hülyüljek, meg hogy magyarázzak, meg hogy fölnézzek emberekre, akik egyébként egyáltalán nem biztos, hogy jó példát mutattak, de egyébként jó barátaim voltak, akkor nekem fontosabb, tehát ilyen gyerekes voltam, engem mindig ezzel szivattak, hogy én ilyen gyerekes vagyok, és velem így meg lehet csinálni, mint hogy tényleg bármi, és fociztam, és sportoltam, és akkor nekem van egy nagymamám, aki ilyen legenda irodalom nyelvtantanár Szombathelyen, és ő engem beprotezsált egy olyan suliba, ami a Nagy Lajos gimnáziumba, ahol ő tanította az igazgatót és az ofőt, mert itt már majdnem buktam a színjeibe. És akkor csak az érdeket, hogy jó, most már cigizünk, akkor most már sörözünk, akkor most már buli van hétvégén, akkor számítógép előtt egész nap, szóval semmi ilyen életcélem rajzolódott ki. Ugye sport érdekelt, de nem voltam különösebben kiemelkedő a fociban mondjuk. Tehát, hogy fociztunk, szerettem egyébként, csak csomó ideig focista akartam lenni, de hát mondjuk olyan 25-öt nem tudtam mindig dekázni, hogyha azt mondták, hogy most 25, szóval nem voltam annyira jó benne. Pici voltam, gyenge voltam, én mindig pici voltam, és akkor most már nem. Egyes, most már igen, megnyúltam, és akkor az volt, hogy a nagymamám azt mondta otthon, hogy hát ezt nem lehet, mert bukik, hát hogy fog érettségizni, és akkor bevitt Szombathelyre, és akkor ott nekem egy kicsit kinyílt a világ, mert ott hoztam Budapestről a felvett arcokat, és akkor ugye amik itt tetszettek, és akkor Szombathelyen ezt elő lehetett adni, hogy én amúgy menőbb vagyok, egyébként Budapesten nem voltam elég menő, de most Szombathelyen lehet itt, és akkor ott úgy bírtak, meg úgy szerettek, és nagyon jól éreztem magam az a két év, nagyon, egyébként Színyeibe is, meg az Erkelbe is, végig jól éreztem, tehát én nagyon jól éreztem magam, csak a szüleim nem, hogy nem tanulok meg semmi. És akkor ott se tanultam sokkal jobban, de ott azért már úgy kicsit jobban odafigyeltem, de én valahogy mindig azt éreztem, azt hiszem, hogy mondtam is egyszer az osztályfőnökömnek, Hargitai Helgának, aki tanította nagymamám, és ő volt az osztályfőnököm, és én ott nagyon sokat kaptam egyébként szeretetet. És akkor ott én azt kezdtem érezni, hogy ezt vissza is kell adni, és akkor matekos osztályban voltam, ott 4,8 volt mindenki, meg mit tudom, én buktam matekból, meg kettes voltam, és így másodfokú egyetem tudtam megoldani. És akkor két évet ott lehúztam, és ugye az osztályomban mindenki ilyen műszaki, matematikus, rendkívül jó agyú emberek,
zsenik egyébként, tehát egy-ketten szerintem azok. És én meg ott az irodalom az már érdekelt, mert az osztályfőnököm irodalomtanár volt, és akkor jártam faktra, de ott is még inkább a hűlés, igen. De ott volt először az, hogy elküldtek ilyen, a hangom miatt elküldött, mert hogy akkor volt ilyen reszelős, most már azért remélem, hogy nem annyira. Reszelős volt, akkor ilyen, menjek el egy ilyen íz, és meg kell tanulni egy kosztolányi kis cuccot, és akkor ilyen rádió, nem tudom mi, és akkor ilyen eszmétlen unalmasan elmondtam, hogy ebben nem. És akkor valami oknál fogva ott Szombathelyen, még az érettségi előtt több hónappal nekem eszembe jutott ez, hogy miért ne legyek színész, nem is tudom, ez valahogy de így jött. De jártál színházba? Nem, anyukámmal megnéztem még a Fekete Ernővel a Ivanovot. Előtte ugye ilyen kötelező színház volt, uncsi, nem érdekelt. Aztán az Ivanov volt az első, de akkor már szerettem volna színész lenni, hogy én azt mondtam, hogy néztem ezt a Asher rendezte ezt, hogy ez nekem ez megy, vagy hogy nekem ez menne. Én azt gondoltam, és ezt ott ült anyukám mellettem, és mondtam, hogy nekem ez megy. Hogy én ezt meg tudnám csinálni, és nagyon tetszett, és azt hittem, hogy minden darab ilyen, sőt, még azt hittem, akkor, amikor ezt néztük, de lehet, hogy ez még a döntés előtt volt, igen, ez még az előtt volt, hogy minden előadás ilyen, és hogy az előadásokat egyszer játsszák. De én ebben meg biztos voltam, hogy ezt egyszer lejátsszák, és ma megnézzük, és akkor ezt majd mit tudom, csinálok egy újat. Tehát, hogy annyira nem vonzott ez, csak ugye a filmekben azért tetszettek a Johnny Depp, meg ezek, hogy ez tök jó, hogy ilyen figura, meg azt tetszett, hogy ezt nyilván a Tünde is el fogja mondani, de hogy tényleg elhittem kiskoromban, hogy a tanúban a gátörő. Tehát elhittem, hogy az a színész, az ember, és nyilván az üvegtigisben is elhittem a csúját, és mindenkit elhisz az ember, amikor izé. És akkor ez egy hirtelen egy beugrott, és így megtetszett ez, hogy akkor én legyek ez, és akkor felvételiztem Shakespeare Akadémiára, Pesti Magyar Színházba, és a Színművészeti Egyetemre, és szerintem oltári nagy mákom van, hogy pont kellett egy ilyen emberke, aki nem nagyon tudja, hogy mitől működik esetleg a színpadon, de hogy úgy lehet, hogy ki lehet hozni valamit, és akkor most ez van, és ennek 5 éve, és ott az jó is volt ez az 5 év nekem egyébként, hát kisebb, nagyobb hullámvölgyek így is voltak, de én ugye összességében én ezt élveztem, ezt az ilyen csapongó, ilyen sörözés, meg ilyen izé, akkor most milyen büfébe, ilyen színészek vagyunk, tudod, van ez az ilyen alapvető állapot, hogy de én ezt szerettem, mert ilyen életcél lett, érted, hogy ezt lehet csinálni, és hát ezzel meg is lehet esetleg élni, és le kell tenni a diplomát, és akkor onnantól kezdve magad ura vagy, és meg kell csinálni ezeket. És én valahogy most azt érzem, hogy ezt én így szeretném, tehát nekem ez tetszik, ez a világ is. És hogy ezzel egyébként most nem csak én öncélúan izé, hanem azért most így beszélek, persze ilyen lazáskodok itt, de egyébként meg ezzel nagyon, nagyon komoly dolgokat lehet üzenni, meg én szerintem ez a kifejezési forma, amire én rátaláltam, és ezt nem véletlen, nem vagyok egy ilyen izé, hogy akkor meg van írva a sorsunk, de én azt érzem, hogy nekem ez most már egy életcélom, hogy esetleg komolyabban is tudjak, nem csak így, hogy jó színész lettem, mert hogy ez milyen menő, hanem hogy izé minden formában, amikor lehet, ezzel foglalkozni, és közölni, ami bennem van, mert hát szerintem minden színészben olyan mértékű közlés vált, hogy felrobban, hogy kiadhassa, és akkor ez, szóval szerintem ez nagyon jó, hogy levezeti az energiát, na. Tehát nem hülyeségekre vezettem le az energiát, hanem szerintem ilyen építő jellegű dolgokra. Utolsó kérdés, mert lejárt a műsoridőnk, hogy ugye most 5 évesek vagytok, gyakorlaton vagy a katonai, az Örkény Színházban vagy gyakorlaton, ott több előadásban is játszol talán a legemlékezetesebb, vagy a legnagyobb szereped a Laertész a Hamletben, vagy... Hát igen, lehet. Igen, igen. Hogy mit szeretnél? Társulathoz tartozni? Tehát, hogy azt szeretnéd, hogyha valaki utánad nyúlna, és azt mondanák, hogy legyél a mi színházunk tagja, vagy függetlenként próbálgatnád magad az életben? Melyik a vonzóbb számodra? Pont ezt nem tudom eldönteni. Akkor... Jó kérdés, nem tudom. Egyébként nem tudom. Még nem tudom. Remélem, hogy majd elválik ez 5. év végére. Én szerintem pont erről beszélgettünk nemrégiben
hogy tehát nem, nem, tehát hogyha én most valamit eldöntök, az nem biztos, hogy egész életemben úgy van. Tehát azért, ha most úgy döntök, hogy esetleg ha fölkér valamelyik társulat, akkor oda megyek, akkor az úgy lesz egész életem végéig, vagy ha szabadúszó vagyok, az úgy lesz egész életem végéig. Én szerintem az ember önmagát fejleszti, majd remélem én is, és akkor ami, én inkább azt mondom, hogy inkább a munka érdekel olyan téren most már, hogy akkor az milyen érdekes, az is milyen érdekes, hogy például Múszínház, akkor milyen érdekes, hogy az Ifja Vinyánszky Attilával valamit csinálni, akkor milyen érdekes, hogy akkor az Örkényben most egy darabot csinálni, vagy megismerni a harc. Szerintem milyen emberekkel szeretek ismerkedni, inkább úgy érzem, hogy inkább az nekem, hogy még nem tudom, hogy melyiket választom, hogyha esetleg lediplomázok, de inkább az érdekel, hogy akkor minél több ember esetleg megismerjen, vagy én megismerjem őket, legyen inspiráló, hogy mindenki más gondol, és akkor ahhoz képest én mit, vagy nem tudom. Hát ezt majd meg fogjuk tudni szerintem mindannyian. De azt gondolom, hogy biztos, hogy fognak hallani Patkós Mártonról. Jó, megmagyaráztam egyébként ezt. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál, a nézőknek köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra. A műsorvezető ruhájáról a Mirás Fashion gondoskodott.